Tisztelt honfitársaim! Ezekben az években dől el, hogy milyen lesz Magyarország jövője. Áldász küzdelem dúl a nemzetben gondolkodó magyarok, és a végtelenül kapzsi, globalista pénzemberek között. Két képzeletbeli jövőkép lefestésével szeretném érzékeltetni, hogy mi valójában a tét. A döntés az önök kezében van. Ha a globalisták megkaparintják Magyarországot, akkor egy tipikus élethelyzet a következőképpen fog kinézni hazánkban néhány éven belül. Reggel van, szól az ébresztő a nagy budapesti vendégmunkás lakótelep egyik szobájában. Marcos Mendoza, Fülöp-szigeteki vendégmunkás, álmosan kecmerek ki ágyából. Előző nap már késő délután befeküdt a laptopja elé, egy kis pluszpénzért 18 óra után a Netflixen már nézheti is kedvenc homoromantikus sorozatát. Látjuk, hogy mennyire tudatos, ilyen tartalmakra költi, egyébként rabszolgákat is megszégyenítő fizetését. Mendoza egyébként is szerencsésnek mondhatja magát, mivel már 12 éve dolgozik az egyre terebélyesedő kínai akkumulátorgyárban, és nem kellett 2 év után hazamennie, ahogyan azzal a lakosságot etetik. Bár nem keres sokat, még így is megéri neki itt lenni, esze ágában sincs természetesen hazamenni, főleg mióta lehetővé vált, hogy a családját is idehozza. Épp ma érkeznek hozzá. Beugrik a gyár területén található orvoshoz a WHO által előírt kötelező oltását felvenni, hiszen az akugyár szennyezése miatt szüksége van rá, legalábbis ezt mondták neki. Marcos Mendoza bizonytalanul lép a rendelőbe, de dr. Okelavanga jó hírrel köszönti. Mivel online vásárlásai ellenőrzése után kiderült, hogy a társadalmi kreditjei feljogosítják az orvosi szolgáltatás igénybevételére, már kaphatja is jól megérdemelt vakcináját. Kifelé menet, a gyárkapuhoz érve boldogan illeszti jobb csuklóját a vénaszkennerbe, amely szabadnaposként azonosítja, így a rendszer kiengedi a gyár területéről. A gépi hang még filippínó nyelven szép napot kíván neki, és figyelmezteti a másnapi beosztására. Hazafelé bekanyarodik a környék egyetlen boltjába, a Hongkong szupermarketbe bevásárolni az érkező családjának. Végre ők is ide költöznek. A multinacionális bolthálózat tulajdonosainak az új uniós jogszabály értelmében joguk van megtagadni a készpénzes fizetést, és nyomon követni vásárlóik fogyasztási szokásait. Pluszpont jár a műhúsért, hiszen a világgazdasági fórum szerint ez menti meg a bolygót. A kenyér természetesen GMO-s ukrán gabonából készül. A gyerekei ezt is annyira szeretik, mint a McDonald's hamburgerét. Bár az oktatás már jó ideje fizetős Magyarországon, ám mivel a felesége nem tervez dolgozni, ők hátrányos helyzetűnek minősülnek, ezért nekik minden ingyen jár. Megengedheti magának tehát azt is, hogy a napi betevő sört legurítsa a bolt előtt. És ezután szimbolikusan szeretném azt is bemutatni, hogy milyen az általunk elképzelt jövő, ezt pedig egy gyermek születésnapjáról írt naplóbejegyzésével szeretném érzékeltetni. Kedves naplóm, ma végre eljött a nagy nap. Megünnepeltük a 10. születésnapomat. Apa, anya, mind a 4 testvérem itthon voltak, és a nagyszüleim is eljöttek. Csak Zsuzsi mama hiányzott. Ő még kórházban van, de már jobban érzi magát. A doktor bácsi egy megelőző szűrésen talált valamit, de szerencsére 1 héten belül megműtötték, így ő is újra velünk lehet hamarosan. Szombat reggelente az én feladatom elmenni a Hangya ABC-be Jani bácsihoz,
aki isteni finom termelői mézet, nátszukrot, rozslisztet, friss tojást és egyéb friss élelmiszereket árul a környékbeli családi gazdaságokból. Jani bácsi csak készpénzt fogad el, de mindig ad nyugtát. Nem szeret a gépekkel bíbelődni, viszont talpig becsületes. A családi vállalkozásuk apáról fiúra száll. És kiszámítható jövőképük van, hiszen a magyar állam az önellátást támogatja, nem a külföldi áruval teli hipermarketeket, amik így persze vissza is szorultak. Édesanyám részmunkaidőben dolgozik, ezért volt ideje előkészíteni a vendégvárást, délelőtre csak a közös főzés maradt, ami az egyik kedvenc családi programom. Délben megérkezett Emese barátnőm, és így ő is segített a gyümölcsöt leszedni a kertben. Apukám ragaszkodott hozzá, hogy a gyümölcssaláta frissen szedett gyümölcsből készüljön. Az ebéd nagyon szépen telt. Asztali áldást mondtunk, megköszöntük az ételt, énekeltek nekem. Nálunk bevezette anya azt a szokást, hogy élményt kapunk ajándékba. Végre én választhattam ki, hogy hová megyünk legközelebb túrázni. Annyi gyönyörű hely van Magyarországon. Délután a Magyar Népmesés Társassal játszottunk, én voltam az okos leány, mindig is ő volt a kedvenc mesehősöm. Persze hagytam nyerni a kisebb testvéremet, ő mindig a csillagszemű juhász. Mikor vele játszom, mindig az lebeg a szemem előtt, hogy egyszer majd én is anya leszek. A társas után kimentünk az udvarra labdázni, mindig jól esik a friss levegőn, a zöld kertben mozogni. Gyorsan elment a nap, készültünk az esti együttléthez. A nagyobb gyerekekkel minden este beszélget apa vagy anya, míg a kisebbeknek mesét olvasnak. Mivel van velünk volt nagypapa, ő mesélt a kicsiknek, és ő nagyon szeret mesélni. Állítólag régen volt olyan mesekönyv is, amiben két herceg talált egymásra, de szerencsére ma már nem lehet ilyen butaságot kapni. Hálával a szívemben fekszem le aludni a születésnapomon, hogy ilyen családom és ilyen hazám van, és szép környezetben élhetünk. Szép álmokat! Az a tét tehát, hogy melyik lesz valójában Magyarország jövője. Az, amiben megszűnik a szabadság, az önrendelkezés, a kultúra, és a globalista multicégek, akkumulátorgyárak elszennyezik a földünket, és rabszolgabéren tartják az embereket. Mi nem ezt a jövőt akarjuk. A mi hazánk az emberek tisztességes megélhetésére, a biztonságos élelmiszerre, a kiszámítható jövőképre, és a nemzeti szuverenitásra építeni Magyarországot a kulturális identitásunk megtartása mellett. Ez a kérdés, válasszatok. Globális diktatúra helyett építsünk magyar jövőt. Találkozzunk június 9-én a szavazófülkékben is. Köszönöm a figyelmet!